J.K. Rowling, Bogarbát meséi, ötödik mese, a három testvér meséje. Volt egyszer három fivér, akik útra keltek, s egy este szürkületkor egy elhagyott, kanyargós ösvényre értek. A testvérek útját végül egy folyó keresztezte, ami nem volt gázló, és túlsebes folyású volt ahhoz, hogy biztonságban átúszhassanak a túlsó partjára. A három testvér azonban járatos volt a mágiában, így hát csak intettek varázspálcájukkal, és már is 7 ívelt át a veszélyes víz fölött. Már a híd közepén jártak, amikor egy csuklyás alak állta útjukat, és a halál megszólította őket. Bosszantotta, hogy hoppon maradt, mert megszokta már, hogy az arra tévedő utazók mind a folyóba vesznek. Hanem a halál agyafúrt volt. Megdicsérte a három testvért ügyes varázslatát, és azt mondta, jutalmat érdemelnek, amiért sikerült túljárniuk az eszén. A legidősebb testvér, aki harcias férfi volt, egy minden létezőnél erősebb varázspálcát kért, olyat, amelyik minden párbajban győzelemre segíti tulajdonosát, olyat, amelyik méltó a varázslóhoz, aki legyőzte a halált. A halál odalépett egy folyóparti bodzafához, pálcát készített egy lelógó ágából, és átadta azt a legidősebb testvérnek. A középső testvér rátarti ember lévén meg akarta alázni a halált, és azt kérte, hogy legyen hatalma visszahívni holtukból az embereket. A halál felemelt egy követ a folyópartról, átadta a középső testvérnek, és azt mondta, a kő visszahozza a holtakat. Ezután a halál a legifjabb testvértől is megkérdezte, milyen jutalmat kíván. Ő volt a legszerényebb a három közül, és a legbölcsebb is, mert nem bízott a halálban. Ahhoz kért hát segítséget, hogy mikor ott továbbáll onnan, a halál ne követhesse őt. És a halál mit volt mit tennie, átadta neki saját láthatatlanná tévő köpenyét. A halál ezután félreállt, és a három testvér folytatta útját. Ámuló szavakkal emlékeztek meg kalandjukról, és versengve csodálták a halál adományait. Idő múltával azután a testvérek elváltak, és Kiki a maga útján ment tovább. A legidősebb fivér egy heti vándorlás után elért egy messzi faluba, és ott felkereste régi haragosát, egy másik varázslót. Párbajra hívta ki őt, és a bodzapálca birtokában könnyű diadalt aratott fölötte. Halott ellenfelét hátrahagyva, a legidősebb fivér betért egy fogadóba, és ott nagy hangon eldicsekedett a legyőzhetetlen pálcával, amit magától a haláltól sikart ki. Aznap éjjel egy másik varázsló odalopódzott a borgőzös álomba merült hencegő ágyához. A tolvaj elvette a pálcát, és hogy ne végezzen fél munkát, elmetszette a legidősebb fivér torkát. Így jutott az első testvér a halál kezére. Ez idő alatt a középső fivér megtért otthonába, ahol egyedül lakott. Ott elővette a holtakat ébresztő követ, és háromszor megforgatta a kezében. Nagy ámulatára és szíve örömére nyomban megjelent előtte a leány, aki mátkája volt, amíg el nem ragadta a korai halál. Ám a leány bús volt és hideg, mint a fátyol mögül tekintett volna szerető párjára. Bár visszatért, szenvedett ezen a világon, nem találta már helyét az élők között. A középső fivérnek végül eszét vette a reménytelen vágy, és kioltotta saját életét, hogy a sírban egyesüljön mátkájával. Így jutott a középső testvér a halál kezére. A halál sok-sok éven át kutatott a legifjabb fivér után, de nem bukkant nyomára. A harmadik testvér aggastyán kort ért meg, egy napon aztán levetette a láthatatlanná tévő köpenyt, és a fiának adta. Régi barátként üdvözölte akkor a halált, örömmel tartott vele, és a halál tisztelettel vezette ki őt az árnyék világból.